évben egyszer a megye fúvazenekarai találkoznak, most Várgesztesen került erre sor, és ennek az apropója az, hogy egymás előtt bemutatkozhassunk. Ez volt a 7. ilyen találkozó, és minden egyes ilyen találkozón mi ott voltunk, sőt, 7 évvel ezelőtt mi kezdeményeztük ennek a létrejöttét. De minden évben más településen van, a következő évben Ácson lesz ugyanez a találkozó, ahova elmentünk. Azt lehet róla elmondani, és ez a nagy örömünk, hogy ez alatt a 7 év alatt, amióta mi ennek a keresztmetszetét látjuk, és látjuk a jelenlévő zenekarokat és azoknak a fejlődését is, azt lehet megállapítani, hogy nagyon nagy évű fejlődésen mentek keresztül a zenekarok. Én úgy ítélem meg, bár én elfogult vagyok a saját zenekarunkkal szemben, azt hiszem ez természetes, hogy a mi zenekarunk is egy nagyon szép évű pályán mozog, és hát ez a várgesztési találkozó, ez bebizonyította, hiszen vastapssal jutalmazták a mi játékunkat, ami nagy öröm volt számunkra. Ez a célunk, hogy a gyerekek az általános iskola befejeztével ne hagyják abba, hiszen közös érdekünk, hogy ne hagyják abba. A szülőknek, a gyerekeknek, nekünk tanároknak, akik tanítottuk őket egyaránt. Ez az egyetlen egy járható út, és ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Egy általános iskolát befejezett diák, aki 14-15. Életévében van, nagyon jó kondíciókkal rendelkezik már ahhoz, hogy jól tudjon zenélni. Ez az ifjú kor, 18 éves érettségi korig bezárólag tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az alapot, amit az általános iskola alatt megtanult, ez idő alatt továbbfejlessze. Tulajdonképpen, mire 18 éves lesz, akár tovább tanul egy egyetemre, vagy akár dolgozik, már mindennek a birtokában van, ami a zenéléshez kell. Örömmel csinálja, egy jó közösségben van, fellépési lehetőségek vannak, kikapcsolódási lehetőség van. Szeretettel csinálhatja ezt, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség mindenkinek. A zenekarról, hogy most hol tart a zenekar, megint azt tudom mondani, hogy reálisan beillesztve a megyei zenekarok listájába. Úgy gondolom, hogy ez alatt, a 7 év alatt a mi zenekarunk, a Bábolnács Ifjúsági Fúvószenekar a megye egyik meghatározó zenekarává vált. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ifjúsági kategóriába mondhatom azt is, hogy az elsők között van, és a repertoárját tekintve is nagyon széles skálát tud már játszani. Hát a hosszú távú cél az az, hogy ez a zenekari tagság, akik most jelen vannak, ezek hosszú távon szeressenek hozzánk járni. Nekem mindig egy kicsit csodálkozásra, kicsit irigylésre ad az okot, amikor németországi zenekarokat látok. Méghozzá azért, mert a németországi zenekarok azok tulajdonképpen 20 és 60 év közötti emberekből állnak főleg. A magyarországi zenekaroknál pont akkor szokták már abba hagyni a zenélést. Na most a hosszú távú cél az volna, hogy ezek a felnőtt emberek ne hagyják abba a zenélést.